Covid-őrület után most ismét kiszámíthatatlanná válik a fiatalok élete, és a kormány nem nyújt segítőkezet nekik. Mi, fiatalok, stabilitást szeretnénk. Az elmúlt években sorra üldözték el a tanárokat az oktatásból. Most mindenkit hazazavarnának. Még a kormány által támogatott Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében évi 40 milliárd forint jut Európán kívüli hallgatókra, addig megint a magyar diákokon spórol a Fidesz. Az előző években megtapasztalhattuk, hogy mekkora plusz terhet jelent a családoknak az online oktatás. Egy családbarát kormány nem kényszeríteni ilyen helyzetbe a háztartásokat. Amennyiben ez a helyzet mégis előáll, az lenne a minimum, ha az állam pótszabadsággal kompenzálna a gyermeke szülőket. A Mi Hazánk ifjaival elkötelezetten küzdünk azért, hogy az idei évet már ne befolyásolja semmilyen olyan tényező, amely elvonja a figyelmét a diákoknak és a hallgatóknak a tanulástól. Ezért követeljük a magyar kormánytól, hogy biztosítsa az oktatási intézmények számára is a rezsicsökkentett energiát.